Jó napot kívánok! Ez itt a vidékünk, Bartus Bella vagyok. Ismerd meg és óvd meg, ez a mottója annak a programnak, amely a madárvilág és a védett területek védelmére hívja fel a figyelmet Szabadkán. A Ripária Természetbarátok Egyesülete által szervezett séta résztvevői ezúttal a homokvidék értékeit ismerhették meg. Sétára indulnak a természetkedvelők, hogy megfigyeljék a szabadkai homokvidék állat- és növényvilágát. Leontin szüleivel érkezett a programra. Alapból szeretek sétálni, és többször voltunk már itt sétálni, csak nem pont így, hogy itt, de homokpusztába is szoktunk menni madarászkodni is, és én szeretem a természetet, szeretem az élővilágot, szép. Az érdeklődők megtudhatták, milyen természeti értékek találhatók környezetünkben, és azt is, mit kell tenniük azok védelmében. A sétát a Ripária Természetbarátok Egyesülete szervezte, amelynek elnöke azt mondja, egyre többen érdeklődnek a védett területek és azok állat, illetve növényvilága iránt. Az egyik legértékesebb, illetve legérdekesebb fajunk ugye az a vajdasági földi kutya, őt nyilván nem fogjuk tudni most megtekinteni, hiszen egy föld alatt életmódot folytató állat, de nyilván róla is fogunk beszélni. Növények közül ugye az egyhajú virág, ami egy ritkaságunk, itt már volt is lehetősége többször a civileknek is bekapcsolódni ennek a védelmébe, illetve hát a erdőtípusok, vizes élőhelyek, is ugye fogunk látni, ezeknek a problematikáját, ugye vízhiány sűrűn előkerül a szabadkai erdő kapcsán is. A Szabadkai Székhelyű Egyesület 1999-ben alakult, és a természet megismerésével, illetve védelmével, valamint a biológiai sokféleség megóvásával foglalkozik. A tagok közül sokan akkreditált madárgyűrűzők. A Szabadkai Önkormányzat által támogatott programsorozat a sétával még nem ért véget. Záró akkordként pedig a palicsi tölgyesekben fogunk madárodut típusokat kihelyezni, tehát szintén egy oktató program keretében megismertetni a helyi lakosságot, hogy milyen természetvédelmi segédeszközöket használhatunk arra, hogy minél több és minél közelebb legyen hozzánk a természet, úgyhogy több típusú madárodut fogunk kihelyezni, meg madáretetőt, elmondjuk azoknak a szakszerű kihelyezésének módszerét, illetőleg hogy milyen módon kell azokat karban tartani, illetőleg tölteni. A környezet, a növény és állatvilág minden évszakban más-más arcát mutatja, így az Egyesület télen is folytatja a kellemes és hasznos séták szervezését. Dunsztolás. Így nevezik azt a réges-régi konyha technológiai eljárást, amellyel a nyár ízeit üvegbe zárhatjuk télire. A vajdasági családok körében napjainkban is sokan készítenek befőtteket, kompótokat így módon. Hogy mi a dunsztolás lényege és előnye, illetve milyen egyéb konzerválási módokkal készülnek a finomságok a téli hónapokra, már is mutatjuk. Nem tudtam horgolni, és képes voltam addig bújni az internetet. Dóra az ősz egyik jellegzetes finomságát készíti, az egyedi aromájú gyümölcsből birsalmasajtot főz a nagymama receptje alapján. A családi éléskamra polcain már ott sorakoznak a befőttek, és persze a savanyúságok sem maradhattak el. Úgy készülünk a télre, hogy mindent én megveszek a piacon, amit itt helyileg be tudok szerezni, abból készítem a befőtteket, savanyúságokat. Ez nekünk már úgymond családi hagyomány, mert a anyukám is és a nagyszüleim is így készítették a télire valókat. Inkább az, hogy készülni kell, mert soha nem lehet tudni, hogy mi fog történni, de viszont szerettük is készíteni, mert ez egy ilyen egésznapos program volt a családban, összekovácsolódtunk még jobban, és egy jó kis munka volt mindig. A család mindent saját maga készít, az egészséges finomságokat tartósítószermentesen, sőt, cukor sem kerül semmibe. Egy éve körülbelül egészségügyi okok miatt teljes étrendet kellett változtatnunk, kihagytuk az étrendünkből a tejtermékeket, a cukrot és a fehérlisztes termékeket, és éppen ez véget is, most inkább mindent cukormentesen készítek, és minimális tartósítószerrel, valamint van olyan, amit egyáltalán nem teszek bele tartósítószert, hanem teljes mértékben anélkül teszem el, és egészen eláll több mint egy évig is akár.
Ez pedig már a tornyosi Fügedi Erzsébet éléskamrája. A polcok itt is szebbnél szebb befőttektől roskadoznak. Az egyik különleges csemeg a fügelekvár, amit Erzsike szeretettel ajándékoz a rokonoknak, ismerősöknek is. A háziasszony azt mondja, soha nem volt híve annak, hogy mindazt, amit a természet ad, boltban vásárolja meg. Visszagondolva a hosszú évekre, nem emlékezek, hogy egyáltalán kihagytunk volna bár egy évet is, hogy ne legyen kis kertünk. Tehát mi tavasztól őszig dolgozunk a kertbe, és ez nagyon fontos számunkra. Ez nekem egy nem munka, ez kikapcsolódás tulajdonképpen már leköt. És szüleim erre megtanítottak, amit nagyon fontosnak tartok, és büszke vagyok rájuk, hogy ezt megtanították velem, és megszerettették velem. Mindent megtermelünk tulajdonképpen saját részünkre, zöldségféléket, főzelékféléket, néhány gyümölcsfánk van, gyümölcsféléket, és nem csak tavasszal, ugye tavasztól őszig tudunk friss gyümölcsöt tenni, hanem megtanítottak arra, hogy hogyan takarékoskodjunk, hogyan táplálkozunk egészségesen, ami nekünk ugye nagyon fontos, hogy mit viszünk be a szervezetbe, mit teszünk meg, hol terem meg. Törekszünk arra, hogy vegyszermentesen termeljünk, törekszünk arra, hogy ne használjunk sok cukrot, ne használjunk sok tartósítószert. Sokan úgy tartják, nem érdemes bíbelődni a befőzéssel, hiszen az üzletekben minden kapható. Csak hogy ezek a finomságok valóban 100% gyümölcs tartalommal bírnak, finomak és egészségesek. Ráadásul, amint magunk készítünk, annak az íze is más. Retrospektív kiállítás nyílt Csernik Attila grafikus 80. születésnapján szülővárosában Topolyán. A Vajdasági Magyar Képzőművészet napján különleges tárlatvezetést szerveztek, hogy a közönség betekintést nyerjen az alkotó csodálatos világába. A nemzetközi jelentőségű avantgárd művész alkotásai jövőre vándorkiállításon járják be a Délvidéket. Íme Csernik Attila felöltöztetett zongorája. Ez fogadja a kiállításra érkezőket Topolyán. A padlón pedig betűk, amelyek köré a kiállítás szerveződött. A retrospektív tárlat nem időrendi sorrendben mutatja be a művész képeit, installációit, illetve kísérleti filmjeit, hanem egy-egy betű köré szervezve. Az ópusza, az életműve amennyire sok irányba halad, annyira harmonikus, annyira egységes. Tulajdonképpen ez a kiállítás munkásságának a hálózatosságát próbálja bemutatni, és hogy milyen sokféleképpen nyúlt a művészethez. Csernik Attila még a 60-as években Montrealban ismerkedett meg az avantgárd művészettel. Kifejező eszköze a betű lett. Évtizedekig lapok műszaki szerkesztőjeként dolgozott, és a szerkesztőségeket csak betűgyáraknak nevezte. A hamis hírek ellen úgy tiltakozott, hogy a szövegeket egymásra nyomtatta, vagy összegyűrte a papírt. Gyakran, amit alkotott, megsemmisítette. Épített, majd lerombolt a művét. Attila egy nagyon ravasz, egy nagyon megfoghatatlan, egy nagyon kísérletező alkat, és hát tulajdonképpen ugye a test és a betűk problématikái mentén építi fel, mondhatjuk azt, hogy az egész életműve. Ezt a grafikáját eddig még nem láthatta a közönség. Kereszt formájában leírt szavakkal fejezi ki véleményét a délszláv háborúról. Srebrenica, Vukovár, Szarajevó, Bosznia olvashatjuk ki az egymás hegyén hátán álló betűkből. Az E betű alatt a családjáról szóló képeket találjuk. Valamennyiük neve ezzel a betűvel kezdődik. Felesége Juhász Erzsébet író és lánya Emese elhunyt. Velük kapcsolatban gyászát fogalmazta meg, előtt fiával kapcsolatban pedig szülői örömét. A művész egészségügyi okok miatt nem vehetett részt a kiállítás megnyitóján, és a Vajdasági Magyar Képzőművészet napjára szervezett tárlatvezetésen sem, ezért egy videófelvételen integetett közönségének. Már egyszer voltam ezen a kiállításon, és ugyanezt éreztem, mintha egy más világba csöppentem volna. A hangulat egy kicsit olyan misztikus volt, és mondom, hogy tényleg, mint egy varázslat. És csak büszkék lehetünk ezekre, akik ezt megvalósították, Attilán kívül persze. A kiállításon helyet kapott Csernik Attila egyik ruhadarabja is. A művész betűit naponta viseli. Ezek a felvételek az egyik zentai művésztelepen készültek.
Nagyon örülök, hogy itt vagyok, és nagyon tetszik ez minden, megható, és nagyon örülök, hogy a miénk csapat, festőcsapat viszi a nevet Ács József, és vezeti minket a Ága Csernik, és nagyon boldogok vagyunk ezért. Nagyon szép volt. Nem csak neoavantgárd művészként, hanem könyvillusztrátorként is elismert alkotó. Az Újvidéken megjelenő Mézes Kalás gyermeklapot évtizedekig illusztrálta, de nem csak rajzolt, játékokat is készített. Ezek a munkái egy külön szobában kaptak helyet. Készített a gyerekeinek lovakat, ő vágta ki a vásznat, teletömte, és itt láthatók a szekrényen lovacskák, babák, ezt mind-mind a gyerekeinek készített, és azóta is, ahogy most már a gyerek is felnőtt, és most már unoka van, most már az unokának készít különböző ajándékokat, úgyhogy úgy gondolom, hogy tényleg egy örök ifjúról van szó. Csernik Attila impozáns kiállítása február 8-áig tekinthető meg a Topolyai Múzeum kiállító termeiben. Szabadkán található Szerbia egyetlen porcelán múzeuma. A magángyűjteményből származó 2000 kiállított tárgy a porcelángyártás történetéről mesél. A tárlat a kínai porcelántól, a német, az angol és az orosz gyártású tárgyakon át a herendi és a zsolnai termékekig igazi különlegességeket vonultat fel. Ez a serleg 1987-ből származik. Az első Hungaroringen Ayton Senna kapta ezt. Mutatja büszkén a múzeum tulajdonosa a Hollóházán gyártott serleget, amely a pole pozíció megszerzőjének járó díj volt 35 évvel ezelőtt. Mindössze 1000 gyártottak belőle, itt a 778-as számú látható. A magánmúzeum 16 vitrinjében a tárgyak nem időrendi sorrendben állnak, hanem aszerint, hogy melyik manufaktúrából származnak. A legtöbb tárgyat a Bolha piacokon vásároltuk, figyeltük a hirdetéseket, meg az otthonokba is eljártunk, és 5 évig intenzíven gyűjtöttük őket. Aztán kialakult az a kritikus tömeg, amit már nem akartunk otthon tartani, hanem létrehoztuk ezt a múzeumot, meséli a tulajdonos. Nikola legkedvesebb tárgyai a porcelánkályhák. Ez a 3 színnel festett 260 cm magas kályha Temesváron készült a 19. század derekán, és ide Péterváradról került. Ez a 8 élő kályha pedig Visegrádról érkezett a Szabadkai Múzeumba. A porcelángyártás a 7. századi Kínából ered, Európában viszont csak az 1700-as években indult a gyártás. Az első és leghíresebb gyár a Meissen-i, ahol formatervezők segítik a formák, valamint a díszítés kialakítását. Innen származnak ezek az eleganciát sugárzó alkotások. Nem véletlen van az a mondás, hogy mindenki a maga kárán tanul. Mi is megfizettük a tanulópénzt. Kezdetben olcsó és értéktelen dolgokat is vásároltunk, de folyamatosan képeztük magunkat, és ma már csak az értékekre koncentrálunk, meséli a tulajdonos. Nikola, aki korábban programozóként dolgozott, és bár szerette az elegáns csészéket, különösebben nem értett a porcelánhoz. Ezért is büszke arra, hogy múzeuma bekerült Szabadka idegenforgalmi kínálatába. A porcelán tárgyak kezdetben az arisztokrácia részére készültek, később azonban a manufaktúrák a polgári réteg igényeit is kiszolgálták. Számukra elsősorban mosdótálakat, kancsókat és egyéb használati tárgyakat készítettek. Ezek már a híres porcelánfigurák, amelyek napjainkban is rendkívül becses dekorációs tárgyak az otthonokban. Ebben a vitrínben az angol porcelánok sorakoznak, egy másikban pedig az Európában másodikként alakult Lomonosov manufaktúra termékei láthatók, és vannak itt osztrák, illetve francia különlegességek is. Ez a kezdet, egy alap, amire majd építkezünk, hogy mik a terveink, az, hogy mennyiségben és minőségben is folyamatosan fejlődjünk, és a következő 150 évben itt maradjunk, mondja bizakodva a tulajdonos. Nikola feleségét is elvarázsolták a porcelánok. Az egyik kedvence egy japán kávés csésze. A gazdagon díszített darab különleges technikával készült. Ha a fény felé fordítjuk, a csésze alján feltűnik egy gésa portréja. A múzeumban a magyar porcelánokat is megcsodálhatják az érdeklődők. Kiállították a Herendé Rothschild mintás készletet, az egyszínű aponyi mintásat és a Viktória királynő nevét viselő sorozat darabjait is. A herendi manufaktúra hírnevét az 1851-es londoni világkiállítás hozta meg, ekkor nyerte el a császári és királyi szállítói címet.
A feljegyzések szerint Viktóriának annyira megtetszett a kézzel festett készlet mintája, hogy azonnal 200 terítéket rendelt belőle. Természetesen a zsolnai gyár szépséges munkáit is felfedezhetjük a szebbnél szebb 2000 porcelán között. Mai műsorunkba ennyi fért, ha tehetik, tartsanak velünk a következő héten is, a viszontlátásra!